Sok szeretettel köszöntök mindenkit, és elnézést kérek, hogy itt csak egy fekete kép látható. Most sajnos nincsen időm arra, hogy jobb képet adjak, viszont szeretnék néhány dologról tudósítani. Az amerikai elnökválasztásnak volt egy szlogenje, amit nem csak Amerikában Joe Biden, hanem világszerte sokan a zászlajukra tűztek, és emlegették ezt a szlogent, ami angolul úgy hangzik, hogy Build Back Better, azaz építsük vissza jobban, vagy építsük újjá jobban. Ez arról szól, hogy a koronaválság sújtotta világot, vagy egyes országokat, próbáljunk meg jobban visszaépíteni egy jobb rendszert létrehozni, mint az a koronaválság előtti rendszer volt. Az az érdekes, hogy ez a Build Back Better 3 B betűs szóval kezdődik, és BBB, megint ugye a B betű az a kis B betű legalábbis nagyon hasonlít a 6-os számra, a nagy B betű is valamennyiben, BBB 666, megint ehhez a számhoz jutunk. Egyébként pedig, hogyha összeszámoljuk a római szám értékét a betűknek, akkor pedig 656-ot kapunk, és valaki kérdezhetné, hogy most miért nem 666-ot, miért 656-ot? Van-e neke valami jelentősége, vagy ez csak egy véletlen? Sokan bizonyára úgy gondolják, hogy ez nem stimmel, vagy ez csak egy számmisztika, vagy ez csak egy lényegtelen dolog, mert a bibliai 666-os szám az teljesen másra utal. Erre hamarosan kitérek, hogy a Biblia alapján hogyan látok itt összefüggést, de szeretnék még előtte megemlíteni egy-két dolgot, méghozzá azt, hogy a COVID szó is hatosokat ad ki, tehát 606, hogyha a COVID szót a római számokkal értjük. Ez szintén nem 666, de 606. Ugyebár a C betű 100-at jelent, a V betű 5-öt jelent, az I betű 1-et jelent, és a D betű 500-at jelent. Így jön ki a 606 római számokkal értve. Aztán korábban utaltam arra, hogy volt a Fridays for Future nevű mozgalom, ami még mindig él, de az elmúlt egy évben kevesebb hangsúly jutott rá, de ez a téma, a környezetvédelem, ez szintén rettentő fontos az emberek számára, és ez a jövőben még ugyanúgy meghatározó lesz. Ez a mozgalom FFF néven volt rövidítve, Fridays for Future, péntekek a jövőért, és ez az F betű, ez az angol ABC-nek a 6. betűje, aztán a péntek szó, Fridays, ez is a 6. nap, a péntek a 6. nap, szombat a 7. nap, vasárnap az első nap, nem úgy, ahogy az általában a naptárokban szoktuk ezt látni, hanem úgy, ahogy az eredeti számlálása volt a napoknak ezer évvel ezelőtt, vagy több ezer évvel ezelőtt. Bizonyos kultúrákban még mindig a vasárnap az első nap a naptárokban is, például a Görögországban. De ezt tudhatjuk a húsvét ünnepéből is, ugye Jézus Krisztus a hét első napján támad föl, vasárnap támad föl, és a hét 7. napján, szombaton pedig nyugodott a parancsolat szerint, a 10 parancsolatban ugye le van írva, hogy a 7. nap, a szombat, az a nyugalom nap. Ezt ismeri el a katolikus egyház is, amikor a katekizmusában arról ír, hogy a 7. napról az első napra áttette a nyugalom napot, amihez megítélésem szerint nincsen joga, de ez is egy bizonyítéka annak, hogy a 7. nap a szombat, a 6. nap a 6-os szám, 6. nap a péntek, és a Fridays for Future, tehát péntekek, 6. nap, FFF 666. Itt van egy összefüggés, ami talán sokak számára véletlen, és most meg kéne kérdezzük, hogy ez véletlene, és hogy a Bibliában van-e arra lehetőség, hogy valami nem 666, hanem csak hasonló, de mégis előképe valaminek.
A Bibliában a 666-os szám a Jelenések könyve 13. fejezetének a végén fordul elő. Ez egy úgynevezett fenevadnak, vagy vadállatnak a száma, a nevének a száma. Érthetjük úgy is, hogy a jellemének a száma, de érthetjük úgy is, hogy a konkrét nevének a száma. És ehhez tudni kell azt, hogy a régebbi időkben a betűknek volt számértékük, mint például a római számok, ahogy ezt ismerjük még ma is. Ilyen értelemben a nevének a száma. Viszont a 666-os szám, ez nem csak ebben az összefüggésben jön elő, hanem már sokkal korábban Dániel próféta könyvében, az a Bibliában, az Ószövetségben található. Itt a 3. fejezetben van egy történet, ahol ennek a végidei Jelenések könyve 13. fejezetében leírt eseménynek egy előképét láthatjuk. Tehát egy bálványképet állítanak, ezt a bálványképet imádni kell mindenkinek, és aki nem borul le ezelőtt a bálványkép előtt, aki nem imádja ezt a bálványképet, azt halállal fenyegetik és halálra adják. És itt is látjuk, hogy ennek a bálványképnek konkrét összefüggése van a Jelenések 13-mal, tehát párhuzamokat találhatunk minden szinten, minden lényeges szinten, és itt láthatjuk, hogy ennek a Dániel könyve 3. fejezetében felállított bálványképnek a méretei 60x6. Tehát itt is előjön ez a szám 6. 60x6. De nem olyan formában, mint a Jelenések könyvében 666. Tehát ebből arra utalhatunk, hogy bizonyos dolgok, amik nem teljesen ugyanazok, azok is mutathatnak előre valamire, ami végeredményben majd konkrétabb lehet. Ugyanígy látjuk például Góliát és Dávid történetében, hogy Góliát egy előképe annak a legyőzhetetlen hatalomnak, vagy legyőzhetetlennek vélt hatalomnak, ami majd a vég idején feláll, és ami a Jelenések könyve 13. fejezetében le van írva, és ami gyakorlatilag a szemünk láttára meg fog nagyon hamar történni. És látjuk itt Góliát fegyverzetében is ezt a 6-os számot. Tehát gyakorlatilag nem muszáj valaminek pontosan 666-nak lennie ahhoz, hogy előmutasson valamire, vagy összefüggésben legyen valamire, vagy egy előképe legyen, vagy egy része legyen, egy fogaskereke annak, amit végül majd konkrétabban is fogunk látni. És most szeretnék visszatérni az első szlogenhez, Build Back Better, azaz építsük magyarosan fordítva újjá, jobban, így is mondhatjuk. Valaki fogta ezt a szlogent és átírta Build Back Babylonra, azaz építsük újjá Babilont. A Jelenések könyve 18. fejezetének, ha jól emlékszem, a 4. versében szó van arról, hogy van egy Babilon, ami leomlott, ez pedig nem az ókori Krisztus előtt 500 évvel körülbelül volt világbirodalomról van itt szó, hanem ez a végidején felépített a korábbi világbirodalomhoz hasonló totalitáris rendszer, amit a Biblia ezzel az előképpel, Babilonnal szimbolizál, és ez a Babilon, ez le fog omlani, és halálra van ítélve, mondhatnánk így. Na most a Biblia azt konkrétan mondja, hogy fussatok ki belőle én népem. Mit jelent ez? Hogyha te úgy gondolod, hogy te Isten népéhez tartozol, hogyha te Istenben hiszel, és úgy gondolod, hogy a helyes teológiát megismerted, vagy ha nem is ismerted meg azt a teológiát, amit helyesnek tartasz, csak úgy gondolod, hogy Istenhez tartozol, és az ő népéhez tartozol, ezzel azonosítod magadat, akkor neked szól ez az ige. Ma sokan ezt az igét úgy értik csupán, hogy ez arra mutat, hogy egy bizonyos egyházból, vagy bizonyos egyházakból ki kell lépni, ki kell jönni, és egy bizonyos másik egyházba be kell lépni.
Viszont én szeretnék egy kicsit tágabb értelmét bemutatni, vagy javasolni ennek az igének. Az bizonyos a Bibliából, hogy ez a Babilon, ez egy vallási hatalom. Itt a vallási imádatról van szó, hogyha valaki, ha nem is olvasta még soha a Bibliát, de hogyha megnézi ezt a 18. fejezetet, elolvassa a Bibliában, akkor látja, hogy itt egy vallási hatalomról van szó, aki részeg Isten hűséges követőinek a vérétől, tehát aki üldözte Isten követőit, ezzel a Babilonnal, ezzel a nővel paráználkodtak a föld királyai, ami azt jelenti, a Bibliában ez a paráznaság, ez egy hitehagyásra utal. A Jelenések könyvében magában is látjuk, hogy Isten és az ő népe, az ő hívei úgy vannak szimbolizálva, mint a vőlegény és a mennyasszony, a hívek, és itt pedig egy hamis házasságról, paráznaságról van szó a Bibliában, egy házasságtörésről, és ez szintén egy vallási kapcsolat. Viszont azt is látjuk, hogy a Jelenések könyve 17.-18. fejezetében ez a Babilon, ez nem csak egy vallásos dolog, hanem ez egy egész rendszer. Ehhez hozzátartoznak a világ kereskedői, és hozzátartoznak a világ királyai. És ahogy Jelenések könyve 13. fejezetében olvashatjuk, az egész világ követi és imádja ezt a vadállatot, ami gyakorlatilag a későbbi fejezetekben leírt Babilon. Tehát, hogyha ki kell jönni Babilonból, akkor az nem jelentheti csupán azt, hogy egyik egyházból átlépek a másikba, ahol egyébként az emberek sajnos talán szintén hasonlóan gondolkodnak, vagy cselekesznek, vagy ha nem is mindannyian, de sokan, mint a korábbi egyházban, és szintén a babiloni gondolkodás áthatotta őket, és úgy gondolom, hogy én akkor most már kifutottam Babilonból, ez minden rendben, de közben arról pedig egyáltalán nem is akarok hallani, hogy ennek a Babilonnak más komponensei is vannak, és esetleg ez az ige azt is jelentheti, hogy ezekből a komponensekből is ki kell futni. Például a gazdasági komponenset, itt értem az önellátást, vidéki életet, hogy az ember bizonyos kapcsolatokat föladjon, amik ezekhez a rendszerhez kötik. Láthatjuk, hogy a koronakrízis után a világ nem fog úgy működni, mint azelőtt. Tehát a mostani években várhatjuk azt, hogy jön egy zöld útlevél, vagy akárhogy is nevezzük, egy igazolás, hogy valaki be van oltva, vagy valakit leteszteltek, vagy a koronavíruson átesett legjobb esetben. Számolhatunk azzal, hogy a gazdasági élet területén változások következhetnek be. Látjuk, hogy a cenzúra erősödött, hogy az emberek alapjogait nyírbálják, és mindez felépít egy gépezetet, egy jogi lehetőséget, egy eszközt ahhoz, hogy végül pontosan az, ami a Bibliában levén írva a Jelenések könyve 13. fejezetében, hogy senki ne adhasson, se vehessen, csak az, akin rajta van egy bizonyos bélyeg, az ez a dolog végbe mehessen. Most röviden szeretnélek megkérdezni benneteket, hogy vajon ma melyik út a keskeny út? Vajon az az út a keskeny út, hogy az ember beoltatja magát, hogy megy ezen az úton, amit mindenki jónak lát, az egész világ ezt propagálja. Itt egy óriási propaganda és pénz van amögött, hogy egy bizonyos célra motiválják önkéntesen az embereket, hogy beoltassák magukat például. Vagy épp az a keskeny út, hogyha valaki mondjuk a munkahelyén azt mondja, hogy hát ő nem akarja beoltatni magát, és nyomást gyakorolnak rá, esetleg az elbocsátás
szélére kerül emiatt, és bizonyos dolgokat nem tud úgy megtenni, nem tud úgy elintézni, stb. Érdekes az is, hogy például korábban, mint például a II. Világháborúban, azokra raktak egy különös jelet, például egy sárga csillagot, akiket veszélyesnek tartottak, és egy kisebbséget különböztettek meg. Ma viszont azok kapnak egy úgymond előnyös megkülönböztetést, egy zöld útlevelet, akik bizonyos dolgoknak alávetik magukat, tehát beoltatják magukat, és a nagy többség kap egy megkülönböztetést. És én nem akarom azt sugallni, hogy az oltás az a fenevad bélyege, mert a fenevad bélyege az egy másfajta döntés, az egy gyakorlatilag egy vallási vonatkozású döntés. De érdekes ez a módszer ma, hogy a nagy többséget különböztetik meg egy bizonyos bélyeggel, mint ahogy a Jelenések könyve 13. fejezetében is a nagy többség van megkülönböztetve egy bélyeggel. Sőt, gyakorlatilag az emberek önkéntesen is fölveszik ezt a bélyeget. A nagy többség imádja a fenevadot. Akárhogy is nézzük, ne legyünk ellenségek akkor is, hogyha te más véleményen vagy, mint én, de itt, ami tagadhatatlan, hogy épül egy óriási rendszer. Egy új rendszer, állítólag jobb rendszer, viszont amint tudjuk Ellen White iratai alapján, hogy amikor az egyházak összefognak, katolikus és protestáns egyházak, és az okkultizmusnak, ezoterikának és így tovább szintén teret engednek ezek az egyházak, és egy bizonyos célt próbálnak az emberek elé, különösen az Amerikai Egyesült Államokban propagálni, akkor tudhatjuk, hogy itt a vég, hogy közel a vég. Tehát mi biztosak lehetünk ma abban, hogy ez a mostani válság, ez nem csak olyan, nem olyan, mint egy második világháború volt, vagy egy első világháború, amikor szintén azt hitték sokan, hogy most már itt a vég. Mert tudhatjuk azt, hogy bizonyos proféciai előre megmondott jelek beteljesedtek, és ez alapján ennek a hátterén tudhatjuk, hogy most a végidei Babilon épül fel. Erről a végidei Babilonról még annyit szeretnék mesélni, hogy a Biblia írja róla, hogy egy fenevadon ül, vagy vadállaton ül, ami a mélységből jön fel, és volt, és nincs, és mégis van. Tehát ha ezt átgondoljuk, és még azt is beleértjük, hogy a Biblia azt írja a Babilonról, hogy az ő neve titok, a nagy Babilon. Tehát titok, a nagy Babilon, és így tovább. Ezt a Jelenések könyve 18. 17. fejezetében megtalálhatjuk ezeket a dolgokat. Olvassa el mindenki a környezetet, és gondolja át. Mire utal ez? Mi az, hogyha valami volt, és nincs, és mégis van? És az emberek csodálják. Látják a hatását, látnak egy változást, de nem értik, hogy honnan jön ez a változás, miért van, nem értik, hogy mi hordozza ezt a Babilont, mi az, ami adja neki az erőt, ki ez a fenevad, ki ez a vadállat, aki hordozza, aki gyakorlatilag egy nem, úgymond nem látható, mert az emberek nem látják, azt mondják, hogy nincs, de igazából mégis van. És maga Babilon is egy titok. Manapság nagyon divatosak az összeesküvési elméletek, és én biztos vagyok benne, hogy sok olyan összeesküvési elmélet van, amit azért hoztak létre, hogy az igazságot szavahihetetlenné tehessék, vagy azt a fajta
háttérben működő, kulisszák mögött működő folyamatokat, amiket tényleg el akarnak titkolni, azokat tényleg eltitkolják, mert úgy nézzen ki, mintha minden összeesküvés hülyeség lenne. Tehát manapság külön kampány folyik, hogy lejárassák az összeesküvési elméleteket, és ezeket részben veszélyesnek is ítélik. És bizonyára tényleg vannak olyan összeesküvési elméletek, amiket tényleg, amik hülyeségek, és azért vannak csinálva, hogy éppen a Biblia igazságát beködösítsék, és azt mondják az emberek rá utána, hogy hát akkor a Biblia is butaság. De a Biblia itt konkrétan beszél arról, hogy a kulisszák mögött folyik olyan dolog, amiről tudnunk kéne, amit a fő forrásokból, a médiákból nem fogunk nyíltan megérteni, és éppen ez a hatalom, ami itt épül föl, ez a Babilon, ennek a neve titok, és annak az a fenevad, ami hordozza, ez is egy ilyen misztikus, nem misztikus, ez rossz kifejezés, rejtett. Módon működő hatalom. Számomra nagyon megdöbbentő azt látni, hogy egyrészt Isten rábízta a híveire ezt az üzenetet, hogy hirdessék másoknak, hogy jöjjenek ki Babilonból, és másrészt Isten híveinek egy jó része nem veszi észre, hogy szemünk láttára épül föl Babilon. Másrészt emberek, akik a Bibliát még nem ismerik, észreveszik, hogy ebben a rendszerben valami baj van, és megpróbálják magukat függetleníteni ettől a rendszertől, kijönnek ebből a rendszerből. Nem hiszik el egy az egybe azt, amit a többség mond, nem hiszik el azt az ideológiát, amit ez a rendszer követel ahhoz, hogy érvényesülni tudjál. Próbálkoznak az önellátásra, és feláldozzák ténylegesen azt, maguk mögött hagyják azt a hátteret, amiből jönnek, a karrierjüket, a jólétüket, és így tovább, és így tovább. És itt nem én vagyok az egyedüli, aki ezt így látja, vagy így magyarázza. Nemrég hallgattam egy előadást Walter Veit-től, aki szintén azt mondta, hogy ezek az emberek, akik ma felismerik, hogy mi zajlik a világban, és egy változást hoznak létre az életükben, ezek az emberek, akik ma felébrednek, ezek kijönnek Babilonból. És ehhez hozzáfűzném, hogy remélhetőleg hamarosan azt is megértik, hogy mi a vallási vonatkozása ennek a dolognak. Ahogy talán ismertek engem, én már több éve mondom ezt, hogy itt van az ideje, hogy felkészüljünk az önellátásra, a vidéki életnek itt van az ideje, már réges-régóta. Ezt igazoltam különböző iratokkal, Ellen White-tól például, vagy a Biblia alapján összefüggésekkel, a jelen történetek alapján és személyes tanúságtételek alapján az én életemből, mások életéből is. És sokszor máig is gondolkodok, hogy hogyan lehet az, hogy emberek, akik a Bibliáról szinte semmit nem hallottak, vagy nem ismerik ezt az összefüggést, amit Jelenések könyve leírt, hogy itt egy Babilon készülődik, hogy ebből ki kell futni. Ezek az emberek mégis felismerik, hogy valami rosszul megy a világban, és kifutnak Babilonból, vidékre költöznek, megváltoztatják az életvitelüket, és a Bibliában, Biblia iránt is érdeklődnek, meg akarják érteni, hogy mi itt
az összefüggése a dolgoknak, és másrészt pedig azok az emberek, akikre rá volt bízva ez az üzenet már 150 éve, már régóta megvan ez a felismerés, hogy mi ez a Babilon, és ebből ki kell futni, és így tovább. Megvan már régóta, több mint 100 éve az, hogy itt van a vidéki életnek az ideje, sőt, annak is itt van az ideje, hogy készülődjünk elmenni a hegyekbe. Itt nem elbújásról van szó, itt egy bizonyos függetlenségről van szó egy időszakra. És bennem számtalanszor előjött a kérdés, hogy mi az, ami a hívőket oda rögzíti, röghöz köti, oda köti az eddigi életükhöz. Miért nem képesek változtatni, hogyha megvan írva, hogy ez szükséges? Sokáig azt hittem, hogy a bibliai igei alátámasztás az, ami hiányzik, hogy az összefüggés nem értik a hallgatók, hogy emiatt késlekednek sokan. Aztán azt is gondoltam, hogy bizonyos embereknek pénz hiányzik, tehát nem képesek, vagy idősek, és nem mernek váltani, vagy nincs kivel, vagy próbáltam egy önsegítő csoportot létrehozni a Facebookon, próbáltam sok-sok előadást itt feltölteni a YouTube csatornára, emberekkel beszéltem konkrétan, legalább 20-30 olyan családot tudnék mondani, akivel konkrétan beszéltem, és kapcsolatban vagyok máig is, és akik ugyanígy látják ezeket a dolgokat, vagy hasonlóan, és mégsem sikerül megtenniük a kellő lépést, vagy úgy gondolják valószínűleg, hogy még nincs itt az ideje. Valami okból még nem történt meg a lépés. És az elmúlt napokban hallgattam egy előadást, David Gates tett föl egy videót a vidéki élettel kapcsolatban. David Gates a Red Advenir TV csatornát vezeti, és ez a TV csatorna gyakorlatilag már egész spanyol nyelvű területet a világon lefette, ugyanúgy Ausztráliában van TV csatornájuk, ugyanúgy szatellitre is felmegy az adás a világ több nyelvén, tehát sok-sok ember számára elérhető, és ez a TV csatorna, ennek a központja először egy városban volt, amikor sikerült vásárolniuk Isten különleges csodájával, aki gondoskodott róla, hogy pénz legyen erre, akkor egy városban volt az épület. Utána ezt eladták, és elcserélték egy ingatlanra, ami a várostól egy 15-20 kilométerre volt, és most pedig költöznek föl az egész TV csatornával a hegyekbe. Egy olyan helyre, ahol elsős időben oda se lehet menni, olyan helyre, ahova a hegytetőre nagyon nehéz felvinni építőanyagokat, és 60-80 embernek van szüksége ott lakhatásra, és így tovább. És David sokat beszélt már korábban is a vidéki életről, és ennek a fontosságáról, de most egy külön videóban látványosan is bemutat dolgokat, és engem megragadott egy gondolat, méghozzá az, hogy ő ezt mondta, hogy ha a pénz hiányzik, Istennek van a hűségesek számára megoldása. Tehát, hogyha ez a probléma, erre van megoldás. Istennek van útja erre. De a nagy probléma az, hogy sokan nem képesek azt odaadni, azt feláldozni, amiük van. Tehát a 5 kenyér és 2 halat oda kell először adni, hogy utána Isten megsokasíthassa az 5000 embernek. Vagy más példa. Egy lótnak ki kellett jönni Sodomából, és nem szabadott visszatekintenie. Tehát nem szabad rokon szenvezni, nem szabad azt mondani, hogy hát én akarom, de azért úgy igazán még nem tudom. És ezt olvassuk Jézusnak is egy példázatában, amikor a király egy mennyegzőt készít, és elhívja az embereket. És az egyik ember azt mondja, hogy hát én most éppen egy mezőt vettem, és hát most
most itt kell maradjak, most nem mehetek el a vacsorára. A másik azt mondja, hogy én most feleséget vettem, és így tovább, és így tovább. Tehát ilyen dolog nem lehet. Azt is mondja a Biblia, Lukács evangéliumában, hogy aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátra tekint, az nem méltó a munkára. Tehát gyakorlatilag ez a feláldozás, ez ott kell legyen. Tehát, hogyha ez nincs, akkor nem várhatjuk el Istentől, hogy segítsen. Hogyha fél szívvel vagyunk, hogyha olyanok vagyunk, mint Ananiás és Zafira, aki csak úgy fél szívvel volt ott, akkor Isten nem fog segíteni nekünk ebben. Ezt természetesen magamnak is mondom, hiszen én tudom azt, hogy az ember sokszor elszánja magát egy dologra, aztán úgy mégis úgy ellangyosul, aztán megint elszánja magát valamire, aztán megint tesz egy lépést, és igen, az elmúlt években volt erre idő, de egyre rövidül az idő most, és most annak kéne itt legyen az ideje, hogy teljesen elszánjuk magunkat, hogyha megértünk valamit, hogy ez a Biblia alapján igaz, akkor tegyünk lépéseket, mert ha várunk, akkor lehet, hogy bezárul az ajtó. Tehát ha úgy gondolkodunk, hogy hát most menjek el a városból, hát most léptettek előre a munkahelyemen, vagy ha azt mondjuk, hogy most adjam el az ingatlanomat, amikor a városi ingatlanoknak az ára lement, és a vidéken meg fölment, most építkezzek, amikor az építőanyag olyan drága lett, és így tovább, hogyha így gondolkodunk, akkor ez mind jobban és jobban visszahúz bennünket. És az Úr azt mondta a Jeruzsálem pusztulásával kapcsolatban, ami a végidőjének is előképe, hogy ne menj vissza a te felső ruhádért, hanem menekülj, amikor menekülni kell. És gyakorlatilag akkoriban 3,5 éve lett volna az embereknek visszamenni a felső ruhájukért, mielőtt megtörtént volna a veszedelem. Mondhatjuk így is. Lehet, hogy valaki visszatartotta volna őket, hogy ne tudjanak megint kimenni, hogyha hazamentek volna, de akkor is 3,5 év eltelt. Na most, mit jelent ez ma? A végidején most akkor ne védjük el a felső ruhánkat, ez szó szerint értendő, vagy inkább az értendő, hogy most ne azon gondolkodjunk, hogy adót kell fizetnem, hogyha most adom el a lakásomat, hanem lépjünk. Ne azon gondolkodjunk, hogy hát lehet, hogy most inkább még várni kéne, még néhány hónapot, hogy még pénzt gyűjtsünk, meg ilyesmi. Nem, igazából ma nem elhamarkodottan, de elszántan, teljes odaadással kell gondolkodnunk, és Isten fog bölcs utat nyitni. Természetesen nem kell észszerűtlennek lenni, nem kell a pénzt kidobni az ablakon, de az odaadásunk a 100%-os kell legyen. Az elmúlt években sokat tanulmányoztam Ellen White-nak az iratait arról, hogy mikor kell a hegyekbe menni. Én is magam is különböző dolgokat értettem meg az idővel, és a mai álláspontom alapján én ezt úgy értem, hogy úgy lehet az összes Ellen White-i idézetet egy sémába rakni, hogy ne mondjanak egymásnak ellent sehogy sem, hogyha úgy értjük ezeket a dolgokat, hogy 1888-ban beteljesedett az a jel, amióta vidékre kell költöznünk, és készülődni fel a hegyekbe, és most, amikor az elmúlt években már beteljesült az, hogy a katolikus egyház és a protestáns egyházak összefogtak, hogy az okkult dolgoknak is szép jelmezben beléptek az egyházakba, és bizonyos dolgokat elfogadnak az egyházak, sajnos ebből a világból, amikor látjuk, hogy a karizmatikus mozgalom mennyire erősödik, amit a Biblia alapján egy bizonyos forrásból valónak kell tartanunk, okkult forrásból valónak. Ez a szemünk előtt nőtt fel ez a mozgalom. Még néhány évvel ezelőtt
más volt az álláspontja, vagy a kapcsolata például a katolicizmusnak a karizmatikus mozgalommal. Ma összefog mindenki. És közben látjuk azt, hogy épül egy rendszer, ami a demokratikus jogokat kijátsza, akármilyen okból is legyen ez. Épül egy rendszer, a megfigyelés rendszere, épül egy ideológiai cél, hogy megmentsük ezt a világot, a környezetet, az egészség érdekében meg kell tenni bizonyos dolgokat, és ezt az ideológiát propagálják. És látjuk azt is, hogy ki áll az élén ennek az ideológiai dolgoknak, ennek a propagandának, ki az, aki először beszél ezekről a dolgokról, akár a szolidaritásról, akár a környezetvédelemről. Mindez beteljesíti azt az iratot, amit Ellen White több mint 100 évvel ezelőtt leírt, hogy amikor látjuk, hogy ezek a komponensek, tehát ez az egyházak összefogása és a karizmatikus világ, az okkult világ összefogása, a bizonyos célok propagálása a szemünk előtt fog megtörténni, akkor láthatjuk, hogy most eljött a vég. És ezt Ellen White rögtön kapcsolatba hozza azzal a jellel, amikor azt írja, hogy a római seregek közeledéséhez hasonlítható ez. Tehát gyakorlatilag 1888-ban megtörtént az első körbevétele Izraelnek, illetve Jeruzsálemnek, ha most a tipológiai értelmét vizsgáljuk a dolgoknak, tehát a Jeruzsálem leomlása Krisztus után 70-ben, és a végidő, ez tipológiailag van összekapcsolódva, a Jeruzsálem ostroma tipológiája a mai időnknek, és akkoriban két ostrom volt, az első ostrom után volt lehetőségük a híveknek kimenni a városból, és másodszorra viszont nem. Na most hasonlóan vagyunk ehhez, 1888-ban volt az első ostrom, azóta ideje van a vidékre költözni, tehát az 1904-ben például, amit Ellen White írt a vidéki életről, azt írja, hogy most van itt az ideje, nem csak majd lesz, mint ahogy a 1888 előtti idézetekben ezt írja, hanem most van itt az ideje. Tehát azóta, 1888 óta ideje van, hogy vidékre költözzünk, könnyebb lett volna a dolgunk az első és második világháborúban, a kommunizmusban, és így tovább, ha vidéken éltünk volna. Azóta, 1888 óta dolgunk volna, hogy készülődjünk arra a fajta életformára, arra a fajta nomád életformára, amit a hegyek között lehet gyakorolni. És most, amikor látjuk, hogy most már tényleg közelednek ezek a római seregek, mert ez az egyház közötti összefogás, ez ennek a jele Ellen White szerint, akkor most már azzal számolhatunk, hogy Jeruzsálem második ostroma kezdődik hamarosan, és most az utolsó pillanatok vannak arra, hogy Jeruzsálemet elhagyjuk. De most már azt is meg kell gondolnunk, hogy valamikor eljön annak az ideje, hogy a hegyekbe menjünk. Na most a hegyekben mikor kell menni a hegyekbe? Hát valamikor el kell menni. Na most meg fogjuk ezt látni hamarosan, de gyakorlatilag most nincs már olyan sok idő, hogy évtizedek teljenek itt el. Tehát itt néhány évről, vagy esetleg néhány hónapról van szó. És ha az ember nem teszi meg a lépést alkalmas időben, akkor alkalmatlan időben vagy nem teheti meg egyáltalán, vagy sokkal nehezebb lesz megtenni. És itt nem arról van szó, hogy az embernek nincs többé része a normál életben, vagy nem tesz semmit az embertársaiért, mert ő magáról gondoskodik csak, és elment a hegyekbe, hanem itt arról van szó, hogy egy olyan helyen lakjon az ember, ahol egyrészt képes megtermelni a saját dolgait, másrészt egy bizonyos magányban van, tehát ahol nincs a szomszéd közvetlen közelben.
És itt nem azt jelenti ez, hogy emberi erőből menekülünk meg, hanem itt arról van szó, hogy mi Istennek engedelmeskedünk, mert ez az az út, amit elénk tárt, amin keresztül nekünk megoldást akar hozni. Igen, szabad Istentől csodákat elvárni, de amikor a nagy csodát elvárunk tőle, hogyha valamit megígért, azt ugye elvárhatjuk, amit nem ígért meg, azt nem várhatjuk el, de sok dolgot megígért Isten, és ezt ebben csodát várhatunk tőle, hogy ezt megteszi. De amekkora csodát várunk tőle, legalább akkora kell legyen az elszántságunk, az elkötelezettségünk, az őszintességünk a dolog iránt. És azt nem várhatjuk el, hogy mi szépen éljük a kényelmes életünket, és amikor az Isten hív az ő mennyegzői vacsorájára, akkor még el is utasítsuk őt, és úgy gondoljuk, hogy ó, Uram, ez a vacsora, ez még nem olyan fontos, majd legközelebb elmegyek hozzád a vacsorára, most feleséget vettem, most itt kell maradjak. Ó, ez a krízis, ez még úgysem itt a vég, majd még először nagyon fogjuk mi hirdetni az evangéliumot, és majd még milyen sok jó dolgot fogunk itt élni, és majd úgyis rendbe jön ez a világ, ez most még nem a vég. Ha így és hasonlóan gondolkodunk, az arról tesz bizonyságot, hogy a szívünkben igazán nem várjuk az Istent. Nem várjuk a visszajövetelét, nem örülünk annak, hogy a mennyország itt van az ajtó előtt. Szeretnék kérni mindenkit, és ezt magamnak is mondom, hogy vizsgáljuk meg a szívünket, hogy tényleg akarunk-e Istenhez menni, tényleg akarunk-e a mennyországba menni, tényleg vágyunk-e arra, és tényleg engedelmeskedünk-e neki. Hogyha halogatjuk a dolgokat, eljön az az idő, amikor nem lehet eljutni ismeretre már. Amikor felébred a 10 szűz, nem lehet az egyik oldalról a másikra váltani Máté 25-ben. Ugye a szűzeket elhívta Isten arra, hogy várják a vőlegényt. Elhívta, megmondta nekik azt az üzenetet, hogy leomlott Babilon, hogy értsék meg ezt a rendszert, hogy értsék meg, hogy ki az a Babilon. Részletesen elmondta, hogy mit kell csinálni. Ha valaki ennek ellenére nem érti azt, hogy ma mi történik, ha nem látja azt, hogy most itt Babilon épül föl, ha valaki ezt nem érti meg, akkor a jövőben egyre kevesebb lehetősége lesz ezt megérteni, mert bizonyos információk nem fognak a rendelkezésére állni. Ma karnyújtásnyira van az információ, és megbizonyosodhatunk arról, hogy milyen különböző vélemények vannak, és kinek van igaza. De ahogy a jövőbe haladunk, egyre kevésbé lesz lehetőségünk információhoz jutni. Köszönöm szépen a figyelmet!